Gyerekkoncert, motoros bemutató, habparti és még számos érdekes és szórakoztató program várta a kicsiket és a nagyokat is a Bogyiszlón megrendezett falunapon. Volt is ok az ünneplésre, hiszen az elmúlt években nem volt lehetőségük megtartani ezt az eseményt, idén viszont a kavalkátos csatlakoztak a község 4 testvértelepülésének a képviselői is. Csernaton község, Háromszék, Erdély, hát ugye a keleti végekről jöttünk, hál' Istennek, hogy hazajöttünk, és mindig is így éreztük az eltelt több mint 30 évben, hogy amikor jövünk anyaországba és testvértelepüléseinkbe, mert hál' Istennek még mindig, amit tartunk és ápolunk, az vagy 7 testvértelepülésünk van anyaországban, amit hát 5 az ilyen, ami az intézmény, vagyis a polgármesteri hivatal, a község ápol, aztán van azon kívül egyházi, meg hát ilyen iskolai kapcsolat is, de az, amelyek úgymond az első években, ugye a 90-es évek első éveiben kötődött, ugye az egyik, az Bogyiszló, akikkel akkor felvettük a kapcsolatot, utána hivatalosítottuk a testvértelepülési kapcsolatot ott is, meg itt is, oda is, meg vissza is, és nem csak az, hogy ezt hivatalosítottuk, hanem ami ennél sokkal több és sokkal nagyobb a hozadéka, hogy rengeteg barátság kötődött. Nem az a dolgunk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem az, hogy embereket összehozzunk, és tényleg, hogy az ifjúságnak ezt a lehetőséget megszerezzük, megteremtsük, hogy oda-vissza ez egy élő kapcsolat legyen. Most 8-an jöttünk, ugye ez volt a keret, amit idézőjelben megszabtak, de mi ezzel nem foglalkozunk, mondtam, hogy mert mi úgy utólag jöttünk be, mivel már nyugdíjasak vagyunk, és de persze attól elég gyakran telefonbeszélgetést váltunk, és mondtam, hogy a kollégáknak, hogy nem számít, ha 10-en megyünk is, mert nekünk biztos van helyünk ott, úgyhogy nem érzek ilyen gondot, úgyhogy fél Bogyiszlót ismerem, úgyhogy nincs ilyen gond, úgyhogy otthon érezzük magunkat. Ebédre gulyásleves főtt az üstökben, este viszont birkapörkölt főző versenyre nevezhettek be a vállalkozó kedvű lakosok. Hát ebbe a bográcsba sertésgulyás készült olyan 150 főre. A disznónak van a csontos része, a gerinc, a csülök, a köröm, farok, még színhús természetesen. Hagyma, só, paprika, egy kis őrölt bors, még egy kis pár kárász paprika van a tetején. Hosszú évek óta hagyomány a falunapon a motoros találkozó is, bár ennek az apropóját egy szomorú esemény adta. Sajnos pont egy olyan úrról van elnevezve, aki a legelső motoros találkozó egyikén, talán a harmadikon, egy bátaszéki motoros csoport jött Bogyiszlóra, és főztek is ők egy birkapörköltet, és valamiért hirtelen rosszul lett, és itt elhunyt. Balogh Mihály nevű úrról van, és meg elkértük a családtól azt a lehetőséget, megfelelő kegyeleti idő elteltével, hogy a Balogh Mihály motoros találkozót megrendezhessük, és ez a neve ennek a találkozónak most már. Úgyhogy hát ő biztos valahonnét figyeli ezt az eseményt, és örül, hogy még megrendezzük. Aztán van a néptáncos, népzenei blokkunk, az délután, az is egy tradíció, a főző, birka főzőben, az is egy tradíció, és hát most itt vannak a testvértelepüléseink, hát van 4 is nekünk, hát van egy délvidéken Törökfalu, aztán Schlitz Németországban, és 2 is van Erdélyben, Csík-Csicsó és Csernáton, az ők delegációik is itt vannak, és hát részt vesznek a programjainkon. A Schlitz az egy kimondottan néptánc alapú kapcsolat. Ott a CIOF az egy világszervezete a hagyományőrző tánccsoportoknak. Annak az egyik vezető települése a Schlitz Nyugat-Európában, és 2 évente óriási néptáncfesztivált rendeznek, és hát amikor még ment a Duna Menti Folklore Fesztivál, akkor a Bogyiszló, mint egy ilyen állandó szereplő, mindig ott volt Schlitzben. Ez egy 40 éves, még a testvértelepülési egyezményünk előtti kapcsolatrendszer, ami már meglévő családi barátságokon alapult. A délvidéki az foci alapú, ott a foci csapatok még a Tito idején mindig kijártak, és az már egy félig nyugat volt, Jugoszlávia, és ott lehet jó szuperformerokat venni, és azok a kapcsolatok még azon nyugvóan épültek. Az Erdély, az pedig az erdélyi, hát vagy a romániai idézőjelbe forradalom, mert csak egy ilyen belső pucsnak tekintik ők, azután jött létre,
itt tanított egy csicsói származású tanítónéni az iskolában. Ő által az iskola, az egy iskola alapú. Ma is egy diákcsere kapcsolatrendszer működik, amit most nagyon preferál a Nemzetpolitikai Államtitkárság, tehát az egy olyan alapot. Csernáton pedig az meg ilyen közgyűjteményi alapot. Ott van egy csodálatos helytörténeti múzeum. A háromnapos rendezvényen mindenki megtalálhatta a maga számára legvonzóbb programot. Az esemény zárásaként utcabá várta a mulatozni vágyó lakosokat.